szóval, hogy mindenkivel készítek egy ilyen kis pici, kicsi interjúcskát, és hogy mondd el egyszer, hogy hogy hívnak, mit csinálsz, milyen foglalkozol. Ezt fel kell venni a szemüveget. Jó, hogy lásd. Lássam magam. Szentesi Éva vagyok, író, újságíró, és a VMN-nek dolgozom most már 6 éve. És a Lizinek vagyok a szerzője. Köszönöm szépen, és azt szeretném megkérdezni, hogy hallottál-e esetleg a Random Shooting Day projektről, amit mi csinálunk jelen pillanatban, aminek a keretein belül vagy most? Nem vagy, azt majd akkor utólag elmesélem. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy mikor találkoztál először a Hospice alapítvánnyal, és hogy milyen kapcsolódásod van, és mi az, amiért támogatod őket? A Hospice-szal először igazából személyes érintettség kapcsán találkoztam. Nekem volt a súlyos betegségem, most már 6 éve vagyok tünetmentes, és felkértek egy kerekasztal beszélgetésre, hát évekkel ezelőtt, most meg nem mondom, hogy mikor, ahol a személyes történetemről kellett mesélnem, és azóta vagyok velük kapcsolatban, és szoktam támogatni a projektjeiket. És ez kb. Hány éve történt? Kb. 4. 4 éve. Igen. És tudod, hogy mi fog zajlani ezen a fotósorozaton? Igen, tudom, szépen felveszünk a virágot, és utána kiállunk a júj mellé. Igen, ez tök szuper. Igen, pontosan ez a narcisz kampányról van szó. Egy olyan fotósorozatot fogunk készíteni, ahol valószínűleg egy ilyen abszolút csak portréképet fogunk készíteni rólad, és hogy ehhez fogjuk most éppen elkészíteni a sminkelet, úgyhogy találkozunk a kamerák előtt. Köszönöm, várom.